A Biblia szerint Jézust pénteken feszítették keresztre, harmadnapra, azaz vasárnap pedig feltámadt. Ezt ünnepli a keresztény világ húsvétkor. A húsvét előtti pénteket nevezik nagypénteknek. Ezen a napon emlékeznek meg Jézus kereszt haláláról. A keresztútra a Kálvária utcai kápolnánál került sor viharos időben. Egy rossz időt áldozatul fölajánlani, fölkínálni az mégiscsak nagypéntekhez illő. Úgyhogy ha még esetleg elered az eső, azt is szívesen fogadjuk és felajánljuk áldozatul. Ez az óra, nagypéntek délután 3 óra egy nagyon szép időpont, hiszen a Szentírás tanúsága szerint ebben az órában halt meg Krisztus a kereszten, és igazából a déltől 3 óráig tartó időszak az jelentette az ő agóniájának, haláltussájának az időszakát, úgyhogy emiatt is nagy öröm, hogy hagyományosan ilyenkor kezdjük itt a keresztutat, ezen a nagyon ősi helyszínen, itt Makón. Ilyenkor végigjárjuk azokat az állomásokat, amelyeket Jézus maga is végigjárt. Ez azt jelenti, hogy egy közös imával fogunk kezdeni, és a különböző közösségek tagjai az egyes állomásoknál vezetnek egy rövid kis elmélkedést, és így lépésről lépésre haladunk a Golgota felé, ahol Jézust megfosztották ruháitól, fölszögezték a keresztre, és azután meghalt a kereszten. Ez az utolsó stáció, de sosem feledjük, hogy ezzel nem ért véget az ő keresztútja, hanem mindig a nagypéntek utáni föltámadás az beteljesíti az egész eseményt. Mint minden ünnep, úgy gondolom, hogy ez a hétvége is, húsvét ünnepe, legyen tényleg a családok ünnepe, és figyeljünk az emberre, figyeljünk ezen belül természetesen a szenvedő ember Jézusra, és aztán a föltámadás pedig, mivel az a hitünk legnagyobb titka, ezért azért mindenki gondolkodjon el, hogy vajon hogy is van ez jelen a mi életünkben. Például mi lesz velünk halálunk után, azért minden húsvétkor ezzel szembesülünk. És a húsvét egyúttal megadja azt a reménységet, hogy bizony nem a halálé az utolsó szó, és hogy az élet az minden esetben erősebb a halálnál. Nagypéntek a vírrasztással ért véget. Szombaton és vasárnap az újvárosi és a belvárosi templomban voltak szertartások. Hétfőn pedig a legtöbb ember alocsolkodás népszokásával élt, meglátogatták hölgy ismerőseiket, rokonaikat.